Régről indul a film, amit Szekszárd polgármestere vasárnap osztott meg a Facebookon. 1990-ben vagyunk. A képsorok alatt a polgármester maga meséli el annak történetét, hogy kezdődött a közéleti pályafutása, és hogy mikor döntött el, hogy Szekszárd fejlődéséért fog dolgozni. Beszélgetések hatására egy nyári napon itt fogalmazódott meg bennem az az elhatározás, hogy szeretnék részt venni a város közéletében, szeretnék Szekszárdért valamit tenni. A videó második felében Ács Rezső arról beszél, hogy az utóbbi időben különös egészségügyi jeleket vett magánészre, ami miatt orvoshoz fordult, és kiderült, hogy a tünetek csak átmenetiek. Az egészségem mindig erős volt, hiszen minden reggel sportolok. Azonban egy ideje észrevettem magamon, hogy ügyetlenebb lettem. Nehezebben megy a beszéd, lassabban mozgok. A nehézkes mozgás és beszéd ellenére a polgármester szellemi teljesítőképességére nincs hatással az átmeneti jelenség, ezt már hétfőn mondta stábunknak. Mindaddig, amíg zárgalázs ajtón nem szeretnék bemenni, vagy nem dobálok meg mondjuk ablakot kavicssal, addig biztos lehetek abban, hogy szellemileg teljesen egészséges vagyok. Az a sok erő, amit a kommentekben is ugaltak felém, az arra biztat engem is, hogy ezt a munkát folytatni kell, és a város számított rám, én is számíthatok az itt élőkre, ezt szeretném is megköszönni. És valóban rengetegen támogatták a videó alatt a Facebookon Ács Rezsőt. Volt, aki azt írta, nem lehetett könnyű erről beszélni, nagy lelki erő és emberi nagyság kellett hozzá. Egy másik kommentelő pedig úgy fogalmazott, hogy köszönjük az őszinte bejelentést, továbbra is támogatjuk és jó egészséget kívánunk. Ács Rezső azt mondja, a városban terjedő találgatásoknak akart véget vetni azzal, hogy saját maga állt ki a nyilvánosság elé. Én azt gondolom, hogy alapvetően az elmúlt időszakban is, és a jövőben is az életemet megszoktam, hogy a nyilvánosság előtt élem. Úgy gondolom, hogy minden olyan információ, ami nem csak rám, hanem a város lakosságára tartozik, azt meg kell osztanom az itt élőkkel. És egy ilyen kérdés, amelyben én kiálltam a közösség elé, nyilvánosság elé, ez azt gondolom befolyásolja a jövőben együttműködésünket. Ács Rezső azt mondja, továbbra is minden erejével Szekszárd fejlődésért dolgozik majd, és mindent elkövet, hogy az átmeneti tünetei minél előbb elmúljanak.